Az idén októberi 92 ezer illegális határátlépést akadályozott meg Magyarország. Erről beszélt a miniszterelnök reggel a rádió interjújában. Orbán Viktor azt mondta, hogy ezeket a számokat az erősödő migrációs nyomást Brüsszelben is látják, de szerintük mindez jó. Ezért van vitája Magyarországnak az Unióval. El is mondta a brüsszeli bürokraták vezetője, hogy az a jó, ha minél több migráns jön. A migráció jó. A migrációra szükség van a társadalmainknak. Tehát ők azt gondolják, hogy ami ellen mi harcolunk a déli határainknál, az nem rossz dolog, hanem jó. És bennünket hibásnak látnak, mert úgy gondolják, hogy mi egy jó dolgot akadályozunk meg. Amire mi azt mondjuk, hogy tudjátok mit, hát ha ez jó nektek, akkor vigyétek őket. Tehát mi készen állunk arra, hogy nyitunk egy koridort, és akinek kell, ott a migránsok fölmasírozhatnak Ausztriáig, Németországig, meg Svédországig. Hát ha kell nektek, vigyétek. De azt ne várjátok el, hogy ti azt gondoljátok, hogy jó. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, vendégem, jó estét kívánok. Jó estét. Az Európai Bizottság, ha már itt a déli határvédelménél tartunk, megkapta ugye Orbán Viktor levelét, és jelezték, hogy hamarosan válaszolni fognak. Milyen válaszra számítanak? Hát több ízbe tettünk kísérletet már arra, mármint a magyar kormány, hogy bevonjuk az Európai Unió erőforrásait az Európai Unió külső határainak a védelmezéséből, hogy ezt ne csak nemzeti forrásból kelljen finanszíroznunk. Eddig nem jártunk sikerrel. A miniszterelnök úr most úgy látja, hogy azok a körülmények, amelyek a mostani helyzetet talán 2015 óta legbonyolultabbá, vagy talán annál is bonyolultabbá teszik, indokolja, hogy, és most már nem csak a magyar kerítésről van szó, hanem nagyon sok országba épült kerítés, indokolja, hogy az európai polgárokat védelmező, az európai, nevezük Schengeni határoknak az őrizeteit és védelmét, ne csak nemzeti forrásokból, hanem Európai Uniós forrásokból is erősítsük. Ez a remény. Vélhetőleg ismerve egy-két nyilatkozatot az Európai Unió apparátusából, nem csak az, hát ott volt mondjuk a belügyi biztos elmondta, hogy azért tudtunk eredményesen harcolni a járvány ellen, mert a segítettek a migránsok, tehát egészen abszurd megállapítások is elhangoznak, holott hát nem kell nagy ismeret ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy inkább a ismeretlen helyről, ismeretlen identitással érkező emberek inkább veszélyt jelentenek, mégpedig közegészségügyi veszélyt is. Mik ezek az ismert tényezők, amit ön említett, hogy az ismert tényezők mellett, tehát miért pont most kellett kihúzni a fényre ezt az ügyet, hogy igenis pénzt kérünk ezért a kerítésért? Hát arra utaltam, arra gondoltam, hogy a kialakult migrációs helyzet, itt elsősorban ami új vonásai vannak, például mondok kettő új vonást, ami 2015-ben nem volt, most már Törökországból nem csak a görög szigetekre tartanak a migránsok, hanem közvetlen Olaszországba, aktívak a tengeri átszállításba a Soros György által finanszírozott civil szervezetek, most is egy 1000 fős kontingens várakozik olasz partoknál kikötésre. Súlyos változások történtek Afganisztánban, amelynek a migrációs kihatásai nehezen felmérhetőek, és végül, de nem utolsó sorban egy rendkívül súlyos helyzet alakult ki a belorusz-lengyel, belorusz-litván és belorusz-lett határon, ezen belül különösen a lengyel határon, amely a NATO megfogalmazása szerint ugye hibrid hadviselés fogalom körébe sorolható. Egy ilyen helyzetben azt hiszem, hogy ezekre a tényezőkre utaltam túl a nagyságrenden, hát magyar határon az idén eddig több mint 100.700 embert fogtunk el tegnap éjfélig, és 1010 ember ellen indítottunk büntetést embercsempészés miatt. Ez hasonló nagyságrend eddig csak 2015-ben volt tapasztalható, tehát számos olyan körülmény van, amelyik ezt a felvetést, ezt a miniszterelnöki levelet, ezt a magyar kormány álláspontot indokolja és sürgeti. Egy német szakszervezeti vezető napokban azt mondta, hogy a berlini kormány, hogyha nem cselekszik, akkor 2015-höz hasonló állapot fog bekövetkezni. Mi fog megismétlődni? Hát először is a migrációs nagyságrend fokozatosan növekszik, hát ekkora nagyságrend, mint amit az idén november elejéig mértünk, eddig csak 2015-ben volt. Lehet, hogy a milliós
nagyságrend lesz, mint ami 15 ez nehéz. Erre utaltam, hogy ez annak a függvénye, hogy mi fog történni Afganisztánban. Pillanatnyilag az afgán új hatalom védi a határokat, az embercsempészek viszonylag kis számba tudnak átjutatni a szomszédos országba embereket, és azok sem indultak még nagy útra Európába. De akár Törökország, akár Irán nagyon komoly forgatókönyvekkel készül a várható migráns hullámra, és ez a forgatókönyv kívül Törökország éppen Irán határán falat épít, ami azt jelzi, hogy ő valóban komolyan gondolja ezt. Tehát egy afgán átláthatatlanság és egy belorusz-lengyel határon kialakult 3-400 fős csoportok erőszakos fellépése, hibrid hadviselésnek hívják, mert politikai nyomásgyakorlásra használják fel a migrációt. Ezek olyan körülmények, amelyek a nagyságrend mellett, a nagy csoportosság mellett és az Európai Unió furcsa politikai, ideológiai, motiváltságú migráció megközelítései okán komoly nehézségeket jeleznek előre. Amiről a miniszterelnök úr beszélt reggel, amit itt meghallgattunk, hogy egy ilyen koridort fogunk biztosítani, ezt hogyan kell elképzelni? És mikor következhet ez egyáltalán? Magyarország eddig a migrációs politikájába mindig azt követte, hogy egyrészt, hogy ott segítsünk, ahol baj van, és ne a bajt hozzuk be. Egy. Kettő, azt mondtuk, hogy mi nem szólunk bele abban, hogy más európai országok a munkaerőhiányukat, vagy a népességfogyásukat milyen módon akarják pótolni. Azt jónak látnánk, ha ez nem illegálisan történne, nem legálisan, de ebben nem akarunk egyik országnak se tanácsokat adni. Viszont cserébe azt vártuk el 2015 óta, hogy a Európai Bizottság, vagy az Európai Parlament illetékesei ne avatkozzanak bele abba a határőrizeti szuverenitásvédelmező rendszerbe, amit 2015 óta működtetünk. Vagyis ha az a szándékuk, hogy ide nagy tömegbe érkező, hát azért 100 000 fő fölött, az elég nagy tömegnek tekinthető. Csak Magyarország. Csak itt. Azt akarják, hogy Ausztriába, vagy Németországba, vagy Svájcba, vagy Svédországba eljuthassanak migránsok, mert ezt rendkívül pozitívnak tartják, és ilyen kéréssel fordulnak a magyar kormányhoz, akkor készen állunk arra, hogy az szükséges intézkedéseket megtegyük, hogy átjussanak Magyarországon, és oda mehessenek, ahova ezek az országok szeretnék. Valahogy úgy, mint 2015-ben, hogy buszokkal, vonatokkal. Persze ez csak egy elvi kérdés, hogy egyetem miért van szükség ezeket az embereket kilométerek ezrein keresztül gyalog, kínózni, országok szuverenitását semmibe véve jogszabályaikat letaposni. Ha egyszer ott szükség van munkaerőre, miért nem lehet repülőkkel pontosan így van. Oda vinni őket, vagy tengeren átúsztatni gyerekeket, hogy ez nem embertelenség. Az, hogy Vlagyimir Putyin és Lukasenka elnök megállapodott most egyfajta szövetségben, tehát mintha egy államszövetség kezdene kialakulni. Ilyen többször is visszatért a belorusz határ kérdésére. Ez inkább megnyugtatja, vagy inkább aggasztja? Ez az államszövetség, ez már most jó régóta készülődik, sok év óta. Mindig újabb lendületet vesz, aztán mégse sikerül. Most bizonyos gazdasági együttműködésben az eddigi kapcsolatok szorosabbra fűzésébe egyeztek meg. A NATO és egyes nyugat-európai országok különösen, és természetesen Lengyelország is úgy gondolja, hogy Belorusszia önállóan nem merne ilyen lépéseket tenni, mint amit tesz, és épp ezért többen is ezt a szoros kapcsolatot okolják ennek a körülménynek a beállta miatt. Reméljük, hogy nem fog ez a határhelyzet határincidensekbe vagy határkonfliktusba torkollani. Ön Magyarországra melyik oldalról, melyik irányból látja jelen pillanatban a legnagyobb veszélyt illegális migráció szempontjából? Hát két megyénk van, szerb szakasz, ez Bács-Kiskun és Csongrád megye, elfogottaknak a nagy többsége, túlnyomó nagy többsége ott tesz kísérletet, egy kisebbsége pedig Románián keresztül a kerítést igyekszik megkerülni, egészen elenyésző számban a horvát szakaszon is fogunk el határsértőket. Én azt gondolom, hogy ezért mindent meg kell tegyünk, mint például mondjuk példát, például nem csak az, hogy magyar rendőröket küldünk Észak-Macedóniába, Szerbiába, Szlovéniába, hanem azzal is, hogy megegyeztünk például a szerb féllel,
hogy együttműködünk, közös járőrözést folytatunk a határtérségbe, hogy igyekezzünk távol tartani a migránsokat, és igyekezzünk megelőzni azokat a körülményeket, amelyek a határos szakaszunkon gyakori támadásokban nyilvánul meg. 22 esetben támadták meg a magyar határőrzeti járőreinket, több mint 300 migráns vett részt ezekbe a cselekményekbe. Szeretnénk megelőzni, hogy egy személysérülés történt a védők között. Reméljük, hogy ezek a közös járőrözések igyekeznek távol tartani azokat a erőszakosan is föllépő migráns csoportokat, amelyek még a járőröket is túl az eszközökön igyekeznek megtámadni, megrongálni, megsérteni. Pakondi György, köszönöm szépen. Én is köszönöm.